sportosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az Újpest egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Hát egyes hírek szerint az újpesti vezetés nem igazából tudja, hogy Újpest mikor és hányszor nyert bajnoki címet, de majd kiavítasz. Ráadásul te aztán igencsak benne voltam, mert például a 19-et még játékosként, a 20-dik, az utolsó bajnoki címet ugye az Újpesttel, pont 25 éve nyerték, akkor te mint asszisztens másodedzőként voltál ott. És nagy csönd. Hát igen, óvatosan megközelítve a helyzetet, ez úgy néz ki, hogy a 20. bajnoki cím megünneplésének, a 25. évfordulójának a megünneplését, az 3 nappal a bajnokság vége előtt kezdték el szervezni. Tehát magyarul sok olyan volt játékosom nem tudott eljönni, és többek között én sem vehettem részt ezen az ünnepségen, amit az utolsó bajnoki mérkőzésen szerveztek meg az újpesti pályán, ahol jó lett volna ott lenni. Hát egy kicsit rosszul esett, hiszen vannak mostani edzőim, nem, volt játékosom, akik most edzők, többek között a Pető Tamás, aki a Veszprém edzője volt, és abban az időpontban ő is egy sorsdöntő mérkőzés játszott a Nyíregyházával. Én pedig az MLS-nél, mint szövetségi ellenőr tevékenykedem, és azon a hétvégén már elfoglaltságon volt. Tehát, hogyha ezt időben elkezdik szervezni, már pedig úgy gondolom, hogy a 25 év az nem változott volna meg, ha akár decemberbe kezdik el a szervezést, nem így sikerült, attól függetlenül egy kis ajándékot azt elküldött az Újpest azoknak, akik nem tudtak jelen lenni, de hát tudjuk jól, hogy azért a közönséggel való ünneplés, mint a hőskorban is volt, az pótolhatatlan, és ilyenkor az ember kimegy a pályára, és a jelenlévő szurkolók megtapsikolják, és megünneplik azokat, akik tulajdonképpen legendákká váltak 25 évvel ezelőtt. Ez a Berga tulajdonosnak tudható be, aki nem is él Magyarországon, nem is él Megyeri úton, vagy kinek tudható be, hogy ennyire lazán figyelmetlenül nézték a naptárt? Mert ezek szerint nekik nézniük kellett a naptár, mert nem volt a fejükben, nem volt a vérükben, nem lila-fehér vezetése van ma az Újpestnek, tehát innentől kezdve nekik a naptárt kellett volna nézni. Valószínűleg a Berga nem is foglalkozik ezzel. Tehát én úgy gondolom, hogy ott van ott egy stáb, nem is kicsi, ahogy hallottam, de nem foglalkoztak vele kellőképpen. Hallottam egy olyan verziót, ami egy picit menti az ő hibájukat, de szerintem nem, hogy az Újpest tudod, jól sokáig ingadozott a kiesés. Na de akkor már volt már két bajnoki egy hónappal meccs, előtte már sinem voltak. Így van, akkor már nem ez volt a kérdés. Erre nem lehet rátolni annak akkor, a felelősséget. Mert ha azt megvárjuk, akkor nem 3 nap előtt, hanem 3 hét előtte szóltak volna legfeljebb, hogy az is elég lehetett volna sokaknak. Nem három de három nap. Sőt, én úgy tudom, hogy a Pető Tamásnak, aki még egyszer mondom, az edzői elfoglaltsága miatt nem lehetett ott, ő neki a csütörtök vagy péntek, tehát 2 nappal előtte. Nagyon szomorú. Ez szomorú. Jelzi, hogy mi van Újpesten. Szomorúan néz ki, mert most megint azt mondom, ez a közönség is megérdemli, hogy legalább az utolsó bajnoki címet elérő csapatot megünnepelhessék, hiszen én tudom, hogy nekem is voltak még olyan szurkolóim is, akik kis túlzással mindig mondtam nekik, hogy ti még engem is tudtatok szidni, sőt, meg a Beneferikét is szíthattátok. Tehát ti megérdemlitek azt, hogy itt egy jó csapat, egy olyan kollektíva legyen, és az, szerintem az utolsó bajnok csapat az megérdemelte volna, és a közönség is egyben, hogy ünnepelhessünk közösen. Sajnos ez nem így alakult. De hát mi ezt úgy szoktuk kiküszöbölni, hogy mi csinálunk
magunknak egy összejövetel. De ez nem olyan. De én azt tudom, tehát ez nem olyan, pont ez... amikor a hiányzik a közönség, tehát akiért futballozol, az adja a sava borsát az egésznek. Tehát most kimész, nem tudom, tudják, nem, hogy egyszerűen nem is értem, hogy ott miért vannak ott azok, akik ott vannak. Tehát ez nehéz. Nehéz eldönteni. Na mindegy. Ugye szokták mondani, hogy itt a Kecskemét példája, hogy második lett a bajnokság, vagy azért lett második, mert nem az egyéniségek voltak szuper képességűek, hanem mert egy igazi csapat volt, egy egység volt. És ennek köszönhetően tudtak menetelni. Az Újpestnél is lehet, hogy ez a gond igazából azért van az, hogy mindig a kiesés ellen küzd, és nem a pénz miatt, mert azt tegyük hozzá, hogy a pénzt, amit ígért a belga tulajdonos, azt mindig időben megkapják. Tehát igen, nincs probléma, nem kell izgulniuk. Hanem lehet, hogy pont azért, mert ez a csapategység, ami Kecskeméten megvan, Újpesten nincs olyan. Azt se tudják, hogy mi az, hiszen azért van az, hogy a évforduló előtt 3 nappal kezdik el szervezni, mert nincs csapat Újpesten. És most nem a játékosokra kell gondolni, ami összességében nincs csapat. Sajnos igazat kell, hogy adjak. Sokan mondják, én is szembesültem vele jó néhányszor, hogy akik ennek a klubnak a kötelékében dolgoznak, azoknak fogalmuk nincs azokról, akik akár nálam, vagy az én korombeliek, vagy a nálam idősebbek is, és legendák, hiszen a mi időnkben még nem is volt olyan könnyű csapatot váltani, de nem is szerettünk. Tehát én is az Újpestnél több mint 20 évet húztam le, és abban van játékosként is bajnoki cím, edzőként is bajnoki cím, és az összes többi színű érem, 3 kupagyőzelem, de hogyha ott mondjuk az emeleten dolgozó kollégák közül megkérdeznél 10 embert, szerintem 8-nak fogalma nem lenne róla név alapján, hogy kiről beszélünk. És szomorú, de ez valóban igen, így van. Sőt, úgy hallottam, hogy volt talán Káposzta Benőnek volt, ne haragudj benne, azt hiszem a 80. születésnapja is, és nem akarták, tehát nem tudták megszervezni a köszöntését. A Benő eléggé, az egészségi állapota nem teszi lehetővé, tehát el kellett volna küldeni érte egy autót, kihozni a pályára. Nem nagy dolog ez de a Benőnek egy nagyon nagy dolog, hogy kiment volna érte egy autó, kihozzák, és akkor megtapsikolják őt, és a szurkolók lent a valamelyik mérkőzés előtt. És ha ilyennekkel nincs a klubnál olyan, aki foglalkozzon, akkor erre mondják azt a mondást, ami nagyon valós, hogyha egy klub nem becsüli meg a múltját, annak nincsen jövője. Azért mondom, tehát lehet, hogy ez a gond igazából Újpesten, és nem a pénztárca. Nem, hiszen amit mondtál, pénzügyi gondokról nem hallasz, hogy lennének. Itt az a baj, hogy azt a tradicionális múltat, ami az Újpestet körülveszi, azt elvesztette ez a klub, mióta a Roderick a tulajdonos. Tehát ő ezzel nem foglalkozik, sajnos. És akik alatta vannak, azok meg szintén nem. Érdekli, azokat meg nem érdekli a dolog. Nem érdekli, volt olyan, aki dolgozott ennél a klubnál hasonló, tehát akinek ez lett volna a feladata, hogy foglalkozzon a legendákkal. Uh-huh. És mondták neki mindig, tehát ne erőködjél már, hagyjuk, nem fontosak ezek a dolgok. Tehát még egyszer, ő nekik ez munkahely, nekünk meg az életünk. Igen. Tehát különbség. És ezt tudják a szurkolók, hogy bánnak veletek? Hát nem tudnak mit csinálni, vagy jelen pillanatban ez nem annyira fontos. Mindig fontosabb az a helyzet, hogy ne essen ki az Újpest. Na de hogyha azzal foglalkoznak a szurkolók, hogy végre egy egység lenne, egy csapat lenne, ahol mindenki egyet akar egy irányba, mindenki jó barátja a másiknak, akkor nem lenne gond. Nem azzal kéne foglalkozni, hogy most kiesünk, vagy nem, hanem akkor lehetne valóban azzal foglalkozni, hogy kijut-e az Újpest a nemzetközi kupába, vagy nem. Így van? Hát tulajdonképpen mert hogy a Kecskemétnek, a Kisvárdának sikerült, akkor az Újpestnek is sikerülhetne, amennyiben ez egy nagy család lenne. Nézd, tulajdonképpen azt mondhatom, mert test közelből éltem át, a 19. bajnoki cím is annak volt köszönhető, egy hihetetlen egységes
kollektíva volt. A 20. bajnok címnél ugyanezt mondhatom, hogy nálunk jobb anyagi és jobb körülmények között lévő, jobb játékos állománnyal rendelkező Ferencváros MTK volt, akiket megelőztünk. Igen. Mert egy olyan csapat voltunk, amelyik tudott nyerni és akart. Tehát, amit hiányoltunk az előbb az ott dolgozóktól, az abban a csapatokban megvolt, ami nekem megadatott, hogy na mindegy, hát nem tudom, egy földrengés kellene, megy eri úton, hogy újra átrendeződjön? Mindenféleképpen kellene már az a tulajdonosváltás, amiről beszéltünk. Nem biztos, hogy tulajdonos váltása van, hanem csak annyi, hogy ő alá kellene amit hallok, megfelelő... A belga tulajdonos nem érdekli ezt. Ő ezt nem úgy kezeli, ezt is én sokszor adtam ennek hangot, ennek a véleményemnek, ő nem az Újpest szintjén kezeli ezt a klubot. Ő úgy kezeli, mint egy klub, amelyiket működtet, anyagilag működtet. Tehát őt nem érdekli, hogy most hol van. Meg hogy akarják. Adja a pénzt is készen. Nem érdekli, úgy van. Sajnos. Akkor még egy újabb 25 évet kell várni az Újpest szurkolóknak a következő bajnoki aranyhoz? Hát most a rossz nyelvek szerint igen, de bízunk benne, hogy nem. Tehát itt én úgy gondolom, hogy sok nem kellene ehhez, hiszen járom az országot, az öreg fiúk válogatottal is sok helyen megfordulunk, és látom azt, hogy ebben az országban két csapatnak van a legnagyobb szurkolótábora, vidéken, a Ferencvárosnak és az Újpestnek. Ez mindig így volt. Ez mindig is így volt. Így tehát így, ha bárhova elmész, ez így alakult. Ezért nem értem, hogy miért nincs ott megyerült egy ember, aki ezt tudja, és ennek megfelelően alakítja az alatta dolgozókat. Tehát ezt nem ez értem. Ez lenne a tulajdonos úrnak az egyik feladata, amellett, hogy a klubot úgy működtető életben maradjon. Igen. Reméljük, hogy eljutunk oda, Józsi, még a mi életünkben is lesz ilyen. Addig meg marad az, hogy játszatok, eladnak, pár játékos jön, és ennyi, jönnek, mennek. És valahogy elkezdődik a bajnokság, aztán, hogyha látják a vezetők, hogy most ez kevés, akkor igazolnak még egyet-kettőt. Tehát ez egy ilyen adhok dolog. Tehát ez nem... Adhok dolog. Igen. Megosztik a szakmának a vélemény arról, hogy most mi a helyes út, az, amit most az MTK-t csinál, vagy amit például csinálta a Kecskemét, hogy nem bántja a játékos állományát. Az MTK-nál viszont nagyon nagy változás történik, az NB1-be feljutott MTK játékos állományában. Rengeteg embert már most leigazoltak, már 10 körül. Mi a jó út? Mert ugye azt mondják rá, hogy az MTK is, meg a Diósgyőr is, tulajdonképpen NB1-es szintű képességű játékosokkal jutott vissza. Tehát semmi nem indokolná ezt a nagyarányú cserét, fluktuációt. De lehet, hogy szakember, lásd, Heréd Attila más mond, hogy szakmailag igenis indokolt. Nem tudom. Nézd, az MTK-nál pedig mindig is az volt a tendencia, hogy megvolt neki a saját utánpótlása, abból táplálkozott. Tehát ez még a Várszeg idejében, tehát ez így volt felépítve az MTK. Keveset költött, és egy-egy posztra igazolt játékosokat, néha még egy-egy külföldit is, aki ott kellett, hogy vitézkedjen a saját posztján, de a javát megoldott a saját alomból. Most ott a másik fele, most viszont az MTK, ahogy látjuk, azért minőségi, most ezt idézőjelbe teszem, nem tudom, hogy ez hogy fog az életben működni, hiszen a Kádár, mint volt válogatott játékos, a Futács, tehát most egy olyan szintű igazolásokba fogott, ami nem tudom, hogy egészséges lesz-e, hiszen tudjuk jól, van egy olyan maga, amelyik megnyert egy bajnokságot, akkor, vagy feljutott sikerélménnyel, most odahozol egy-kettő-három... Még kettő-három oké. Jó, de az már... 8-10-12... Nem hiszem, hogy egészséges. Most nézd meg, visszatérve, amit mondtál a Kecskemétre, a Kecskemét úgy lett NB2-es, hogy az NB3-at nem nyerte meg. Így van. Az Iváncsa visszalépésével kapta meg a lehetőséget, így lett NB2-es. A következő évben feljutott NB1-be, és most az NB1-ben meg kupa helyezést elérő pozícióban végzett. Tehát akkor mi lehet a követendő? És úgy gondolom, hogyha összehasonlítanánk a költségvetéseket, a Kecskemét az
az jó, bőven az aljánál lenne, és láttam őket, ismerem az edzőjüket, tehát egy hihetetlen egységes és jó futballt játszó csapatot láttam az egész bajnokságban. Nekem tetszett, amit ők futballoztak, ha kikaptak, akkor is volt mit megtapsolni a közönségnek, ha kikaptak, akkor is. Tehát ők úgy futballoztak. Akkor lehet, hogy az MTK lesz az egyik újra kieső? Mert ugye lehet, hogy ez egy káoszba fog fordulni, ez a rengeteg új igazolás. Láttuk, a Vasasnál sem lett ettől jobb a Vasas, és ki is kötött ugye az NB2-ben. Tehát... A Vasas pedig mondhatjuk azt, hogy számolatlanul szórta a pénzt, olyan játékosokat igazolt nagyon sokat, akik végül is jóformán nem is tudtak játszani, vagy azt már akkor lehetett látni, hogyha 30 játékost igazolsz, abból baj lesz, mert ott lesz elégedetlen. Igen. Minden héten lesz 15 olyan elégedetlen játékosod, aki a keretben nem fog beférni, és az nem jó. És azért a Kecskemétnél ott volt egy-két olyan játékos, akiket kölcsönbe meg tudtak szerezni, akár külföldről haza kölcsönbe, de ezek minőségi futballt tettek le az asztalra. Lássuk be, hogy a Fradi is visszavitte a Katona Bálintot, meg a Katona Mátét, akkor hirtelen akartam mondani, aki Olaszországból jött haza, ő is itt azért komoly teljesítményt tett le az asztalra, ő szintén vissza tudott menni. Jó, de akkor visszakanyarodva, akkor az MTK-nál azért lehet, hogy ebből még gondok lesznek? Hát most, ha csak azt nézzük, igen, és a másik az, hogy Kecskeméten, akiket oda vittek, ezek mind éhes játékosok voltak, fiatalok, igen. Akik még pályájuk elején van. Most az MTK-nál megint azt a végét fogták meg a dolognak, hiszen a Kádár is, meg a Futács is már szerintem azért inkább kifelé megy ebből a szakmából, mint befelé. Nem tudom, hogy mit tudnak. Nyilvánvalóan sokat segíthet egy ilyen szintű, ilyen múlttal rendelkező futballista egy csapatnak, mind a Futács meg a Kádár, de hogy ez... De abba elég kettő. Nem kell több. Nem. Azt mondják, több legyen fiatal, igen, aki elfogadja, és akkor úgy csinálják. Hát, és akkor minden rendben van. Én is imádtam a Kovács Józsival futballozni, aki a magyar Beckenbauer megfelelője volt, akit a Videótonból igazoltunk 30 éves korra után az Újpestbe, és csodáltam a játékát, és nagyon jó volt vele futballozni, átélni testközelből. Ő egy olyan személyiség volt, és olyan futballista. Tehát az is egy jó dolog, hogyha egy ilyet persze, csak, tudsz. Csak ne legyen sok. Ne legyen sok, pontosan, mert akkor a melósok. Na most mi a sok? Hánytól sok? Háromtól már sok egy kicsit? Hát három, négy? Én azt mondom... Mögyet? Igen. Én azt mondom, hogy bizonyos posztokon már az egy is sok. Tehát most a középpályán van egy olyan, aki nem dolgozik, csak irányít, igen, az nem biztos, hogy működik. Na mindegy, hát majd meglátjuk. Válogatotthoz mit szólsz? Egyelőre csoport elsők vagyunk. Egyelőre. Ugye azon is annyi pontunk van, mint a szerveknek, tehát igen, ugye ezért ezt tegyük gyorsan hozzá. Na most jön most jó a hangulat. Jó a hangulat. Attól függetlenül nekem a mérkőzés személyesen voltam kint a stadionban. Hát annyira nem tetszett. Én úgy gondolom, hogy nagyon könnyelmű futballt adunk elő. Most az első 10 percben igazán rúghattunk volna 3 gólt, eldönthettük volna a mérkőzést, nem sikerült, de azért nagy nehezen besodortunk egyet, és utána olyan könnyelmű futballba kezdett megint a magyar válogatott, ami szerintem egy jobb csapat ellen biztos, hogy öngyilkosság. Megint azt mondom, hogy ez a két mérkőzés, hiszen úgy tudom, hogy a szerbek ellen az idegenbeli, ami valamilyen szinten zárt kapus, az lesz a következő, és így utána a visszavágó lesz. Igen, mert ugye 3 nap mi nem játszunk. Nem játszunk, ugye, mert páratlanak vagyunk. Mi a csehekkel játszunk, ha jól tudom, igen, egy barátságos mérkőzést. És a következő etapa megint itthoni. A szerbek jönnek, tehát most kétszer a szerbekkel játszunk. Kérdésem az,
azt mondják a szurkolók, hogy ez nem jól jött ki nekünk, hogy a szerbek x-eltek csak Bulgáriában, tehát most még felfokozottabb lesz a hangulat, hiszen azt is jóvá kell tenni, ezt a kinti döntetlent. De igen, és ezt is úgy kell megközelíteni, hogy azért most nem lesz nézőközönség, de lesz, mert ugyanúgy, mint a volt egy hazai magyar válogatott meccs, ahol a gyerekeket beengedt, tehát ott is a, nem tudom, 14 év alatti... Akkor ők is élnek ezzel a kiskapuval? Így van, biztos, aha. De nem tudom, hogy ilyenkor mi a szabály, hogy magyar szurkolókat azt korlátozzák-e, szerintem igen. Uh-huh. Tehát most a magyar szurkolók azért tudjuk, hogy a világ végére elmennek, igen, és igen. Jó hangulatot teremtenek, ez most is meg volt. Tehát élmény lehet fotballozni ebben a légkörben, de szerintem nem elég karakteres úgy az előadás, mint ahogy szeretném. Tehát nem annyira meggyőző. Most az jó, 2-0, oké. De az lehetett volna bőven. Igen, igen. Hát most minden esetre majd szeptemberben kiderül, hogy mennyit is ér a magyar labdarúgás, mert most a szerbeknek fontos a győzelem. Tehát most egy olyan csapattal játszunk, aki tényleg ott van, velünk egy szinten, hanem egy kicsit előrébb, de legyünk egy szinten, és nekik most fontos a győzelem. Igen. Azt is tegyük hozzá, hogy azért a Rossi jó érzékkel nyúl újoncokhoz. Tudom, hogy nehezményezte, de ez butaságnak tartom az ő részéről, hogy kóstolgatják ilyen kommentekben, hogy miért kell ezzel foglalkozni. De miért olvassa el egyáltalán? Igen, nekem is szabad pont ezzel ez, fog, ami nem tetszett, hogy igen, hogy erre miért kell egyáltalán reagálni, miért kell ezzel foglalkozni. Engedjük már el. Tehát ha ezt nem tudja elengedni, akkor ott már valami gond van. Igen, hogy sajnos, ha eljutsz arra a szintre, hogy leállsz veszekedni, vagy megpróbálod... Villamosvezetőkkel, nem tudom, ki kell, hogy ő igen, fogalmazott. Volt egy hentes meg. Tehát igen, ilyen, igen, igen. De könyörgöm, engedjük el. Tehát most én vagyok a szövetségi kapitány, az van, amit én mondok. Igen, ha valakinek nem tetszik, akkor legyen ő a szövetségi kapitány. Most nyilvánvaló butaságot mondok, de ez van. Meg most... Voltam Nyíregyházán is, Kisvárdán volt a Nyíregyháza Veszprém MB2-es osztályzó. Igen. És ott is a tulajdonos úr belement egy olyan buta vitába a szurkolókkal, hogy most ő akart, tehát számon kérték, hogy most miért így néz ki ez a csapat, és akkor ő meg nem szabad. Tehát most ez nem az a szint. Tehát most látod te, hogy a Barcelona elnöke, vagy a Real elnöke esetleg ott kiabál a turkolókkal? Na meg a Kisvárda edzője, vagy a tulajdonosa sem szól belőlük, hogy az illető civil munkát hogyan végzi. Persze, hát most én sem mondom azt, hogy te... Egyértelmű. Na mindegy, csak ebbe ez lepett meg, hogy Rossi ez ennyire foglalkozott ezzel a témával. Ez nem... Ez igen, amit mondasz, hogyha ő ezzel foglalkozik, akkor valami nem kerek. Tehát ott valami nem szabad. Tehát most ő, egy szövetségi kapitány nem mondhatja meg a szurkolónak, hogy őnek mi legyen a véleménye. Az a véleménye, ami mindenki... Zárásként. Igen. Több emberrel beszéltem, akik a Vipáholyban nézték a válogatott mérkőzést, és sokan megjegyezték, hogy nem igazából jó a csapategység. Ők úgy fogalmaztak, hogy olyan, mintha több alfa hím lenne. Ez mennyire igaz? És ha igaz, akkor ez gondolom, ez veszélyes. Hogyha úgymond többen is úgy gondolják, hogy ők a number van emberek. Ez mindig is veszélyes, és ezt megint csak úgy egy kicsit a saját példámat hozom föl. Én játékosként kb. 5 évig voltam az Újpestnek a csapatkapitánya. Választott csapatkapitány voltam. Most itt nem tudom, hogy ez hogy történt. Tehát egy csapatkapitánynak olyan karaktere, személyiségnek kell lenni, akit a csapat elfogad. Te Rossi jelölte ki, mi ezt tudjuk, mert ez jelent meg a és sajtóban. És ezt úgy gondolom, hogy ez viszont nem egészséges. Uh-huh. Most gondolj bele, van egy kollektíva, és akkor azt mondom én, mint kívülálló, hogy te vagy a góri. Azt ki kell vívni, most és ez nem csak a játéktudás, az emberi oldala a legfontosabb, hogy ő mennyire tud olyan személyiség lenni a pályán, hogy az van, amit ő mond. Kis túlzással úgy gondolom, hogy
bárki utána érdeklődhet a volt játékostársaimnál, tehát a pályán az volt, amit én mondtam. De hogyha a pályán kívül kellett valamit intézni, én voltam az első, aki mentem és segítettem nekik, akár a vezetőknél elintézni bármit, és az egy jó kollektíva lett, és annak volt a bajnoki címa az eredménye, a 1989-90-es, amikor még játékosként kezdtem el azt a bajnoki évet. Sajnos a Babért már nem tudtam learatni, hiszen annak a fél évnek, tehát márciusban már én Finnországban kezdtem profiként, mert a finn bajnokság az egész éves, máskor, tehát az másképp van rendezve, és ott már ki kellett mennem, de az a csapat az tudta a dolgát. És ott, ha egy főnöknél több van a pályán, az már nem jó. Ha kettő van, az se jó. Ha három, akkor az meg aztán, na ott van a káosz. De hogyha egy ember van, és azt nem fogadják el, akkor ezt viszont előbb-utóbb látnia kell a Rosszinak, hogy ez... Nem tudom, észre fogja venni. Mindenesetre csak annyit árulhatunk el, hogy felvetettem neked, mert én mondtam, három embert mondtak nekem, te fel tudtad ezt a három nevet sorolni. Szerintem nem ez több, mint, ez több, mint... Igen. Mindent elmond, sajnos időnk lejárt, bízunk benne, hogy hamarosan bajnoki címet ünnepelhet az Újpest, és akkor majd talán kicsit vissza tudnak kanyarodni a régiekhez is, akiket most csúnyán elfelejtettek. Köszönöm szépen, hogy én köszönöm, Jerzy. További sportosat.